Az a nagyon érdekes dolog, hogy mi beszélgettünk rólatok. Mert amikor a feleségem beteg lett, azt is lehetett tudni nagyon hamar, hogy ez, hát ez maximum 2 év. Ehhez képest 1,5 év volt csak. És mégis arról beszéltünk, hogy ez így is rengeteg szenvedéssel, fizikai meg lelki szenvedéssel jár, de hogy van időnk elköszönni. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez pedig a Világ Találkozó. Ma itt lesz velem Sterczer Hilda, hegymászó, 2 8000-es himalájai csúcs megmászója, tanító, mentálhigiéniés szakember. A nagy közönség először Erős Zsolt özvegyeként ismerte meg őt. 2 gyermekük van, Gerda és Csoma, jelenleg a Hópárduc alapítvány vezetője. Párosunk másik tagja Nyári Krisztián, kommunikációs szakember, író, irodalomtörténész, könyvkiadó, az utóbbi évek egyik legsikeresebb hazai szerzője. Olyan könyvek fűződnek a nevéhez, mint az Így szerettek ők, a Merész magyarok vagy az Igazi hősök. Dolgozott a főpolgármesteri hivatal sajtóreferenseként, volt a Magvető és az Athénaum kiadó igazgatója, majd a Líra ZRT kreatív igazgatója is. 8 évvel ezelőtt elveszítette a feleségét, 2 lány apukája. Lássuk, mi nem megyünk ma így hárman. Te azt mondtad egy interjúban, hogy a Balatonnál jöttél rá arra, hogy nem kell minden csúcsot megmászni. Te előtte mindent meg akartál hódítani? Én, hogyha kitűzök egy célt, illetve látok egy célt pontosabban, ha látok egy célt magam előtt, látok egy csúcsot magam előtt, akkor én azt gondolom, hogy ezt meg kell mászni. Oda, meg kell? Azt el kell érni, igen. Mi van, ha nem? Olyan nincs. De valamire mégiscsak rájöttél a Balaton mellett akkor. Igen, tehát, hogy ott egy viszonylag kiégett állapotomban voltam, ugye én a Hópárduc alapítványt vezetem, és hát idén 400 gyerek jár hozzánk, és borzasztó nehéz éveink voltak itt a Covid miatt, átszervezések, stb., és így nagyon-nagyon-nagyon bedarált az egész, és azt éltem meg, hogy nincs kedvem dolgozni. Na, mert pedig, hogyha az ember egy alapítványt vezet, akkor azért elég rossz üzenet, vagy érzés az, hogy én ezt nem akarom csinálni. És hát kellett gondolnom úgymond az életemet egy kicsit, és erre jöttem rá igen a Balatonon, amikor ott láttam azt a nagy sima víztükröt, hogy lehet, hogy a horizontot kell kémlelni, és nem minden csúcsot, mindent mindig elérni, amit így magam előtt látok, és vagy egyetlen, tényleg nekem ez volt, hogy ezt is akarom, ezt is, mindent akarok egyszerre, és tiszta erőből. Rájöttél, hogy ez honnan fakad? Hát van nekem egy ilyen kicsit megfelelési kényszerem. Kifelé? Kifelé. De kifelé? Ki az, akinek meg akarsz? Ja, hogy kinek akarok megfelelni? Hát az az igazság, hogy önmagam felé vannak folyton ezek a nagy csúcsok. Tehát nem is a világ felé, hanem én gondolom azt, hogy ugye ez a ki vagyok én, mit érek én, hogy én vagyok-e, én annyi vagyok-e, mik a sikereim. Tehát, hogy ha én megmászok egy hegycsúcsot, akkor én vagyok a hegymászó. És hogy vajon tényleg ennyi az élet, hogy az vagyok-e én, aki elért bizonyos dolgokat. És a világ ugye ennyit lehet belőlem, hogyha megnézik, ha én bemutatkozom, hogy ki vagyok, akkor az Hópárduc alapítvány vezetője, 2 himalájai hegycsúcs megmászója. De azért a Sterczer Hildánál jóval több. És erre kellett így rájönnöm, hogy nem a sikereim vagyok. Tehát, hogy az tehát úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy van egy fa, és ezek a sikerek, amiket a világ lát, azok csak gyümölcsök rajta. Amik így ott vannak, de hogy ez nem, ez csak ez, amit a világ lát belőle. De hogy ennél a maga a fa, a Hilda. És azóta gyakorlod, amire ott rádöbbentél a Balatonnál? Azóta elmúlt a gyomorgörcs belőlem. Mert igen. Hogy az volt korábban? Igen, nekem folyamatos gyomorgörcsem volt, igen, hogy folyamatosan így éltem. Igen, még. És ugye, amikor hegyet is mászunk, felérünk egy csúcsra, körbenézünk, és mit látunk? Még több csúcsot. Azokat is mit? Ide vele az összeset. Tehát, hogy nem az a jó érzés, hogy jaj, de jó, felértem. Persze, ott van, jaj, de jó, felértem.
aztán menjünk le, és másszunk meg a következőt. Tehát, hogy ez a nem lehet megpihenni, de ezt amúgy mindenki érzi, tehát, hogy az összes sportoló, meg bárki, szerintem, hogyha megírsz egy könyvet, Krisztián, mi az első kérdés, miután megírtad, meg jól megtapsolták, és akkor mi lesz a következő témád? És az a tehát hadd élvezzük már egy kicsit azt, hogy itt sikerült valami, vagy az imádom, amikor az olimpikonoknak éppen felakasztották a nyakába az aranyérmet, meg véget ért a himnusz, az első kérdés a riportertől, és akkor mi lesz ezután? Pihenni akarok, ugye ez? Tehát, de hogy ez van ebben az egész világban benne, hogy hajtsál még, és maga az a közeg is, ahol én jövök, ez is az, hogy nem csak kívülről van ez a nyomás, de belülről is tényleg ott van az az élmény, hogy látjuk a hegycsúcsokat, és hogy hát akkora élmény volt ide följönni, meg olyan szupi, hogy hát menjünk még a következőre, és ez úgy, ezt úgy le kellett tennem, mert azért ez egy nagyon-nagyon nehéz csomag volt. Te hogy vagy mindezekkel? Meg tudsz pihenni, amikor látsz, és megmászol egy ilyen csúcsot? Egyre inkább, igen. Tehát hogy el tudom engedni magam, ami korábban egyébként nem volt úgy jellemző, vagy nem ennyire. Tehát, hogy akkor miért nem engedted el magad? Mindig volt valami más. Én nagyon szeretem, hogyha változatos dolgokat csinálok, és mindig csinálok egyszerre többet is. És azért ott persze ott nem tartunk, hogy mondjuk 2 hétre ki tudja kapcsolni, de most már így napokra tudok, és büszkes vagyok erre az eredményemre. Tehát, hogy de 2 hétre miért nem sikerül? Mert úgy érzem, hogy tudnék valamit éppen most csinálni, tehát nem esik jól. Ezt én meg is akartam kérdezni, hogy a hegymászásban, amikor fölmentél, az a jó, amikor ott vagy, vagy amikor visszagondolsz rá, hogy ott voltam? Ez ugye, amikor azért elérjük a csúcsot, ott azért még a túlélést van elsősorban az agyunkban, és az alaptáborban, amikor már lejöttünk, akkor van az a fellélegzés, hogy nem csak a csúcsot értük el, de túl is éltük az egészet. Így ott realizálódik az az öröm. Úgyhogy ez egy ilyen elcsúsztatott történet, hogy nem lehet igazán a csúcson örülni, meglepő módon. Mert én ezen gondolkodtam egyébként, hogy megírni egy könyvet az utolsó, hogy határidőre meglegyen, és még azzal, akkor még ezt is megnézni, azt is megnézni, főleg utána korrektúra, meg ilyen elég GPS dolgok vannak már, az nem a világ legnagyobb örömmel, de utána már jó. Tehát, hogy visszagondolva, nem gondolok úgy sem a könyveimre, sem bármi, amit elértem, hogy mennyire utáltam csinálni, pedig hát nem volt egy se, amikor ne lett volna legalább 1-2 nap, amikor azt mondta, hogy ilyen hülyét, mint én, hogy itt ülök, és ezt csinálom, amikor mennyi minden szép dolog van meg. És ki tűzi ki a határidőt egyébként? Hát alapvetően én. Ugye az írás az egy ilyen elég magányos dolog, hasonlóképpen a hegymászáshoz, és abban is valószínűleg hasonló, hogy te vagy a főnököd. És akkor néha zsarnokinak kell lenni, meg jutalomfalatokat kell osztani, meg szállat, hogy és hogyha ezt valaki nem elég szigorúan csinálja saját magával, akkor az elúszik, meg mindenféle bajok vannak, és igazából azt megtanulni, hogy te vagy a főnököd, és szerintem mindenkinek, aki valami ilyen magányos alkotó dologban vesz részt, ideértve a sportot is, szerintem ez a legnehezebb, hogy nincs, aki megmondja. Tehát, hogy szabad vagy, egyedül vagy, te választottad, hello, csináld. Hát vagy pont a legnehezebb, tehát ez az én vagyok magamnak a legrosszabb főnöke. Sose dicsér, mindig elvár, borzasztó. Igen. Sose dicsér? Hát nem, annyira elég ritkán. Nekem a lányaimnak az egyik kedvenc ilyen családi anekdotája, hogy egyszer otthon a konyhába vettem, és azt mondtam, hogy milyen ügyes vagy, Krisztián, megérdemled ezt a sört. Hogy hát meg időnként azért kapok jutalmat is, de alapvetően szigorú. És te mire gondolsz úgy vissza, ahogy tőle kérdezted, hogy amikor azon a csúcson úgy jó volt ott lenni? Melyik könyv, melyik teljesítményed az, ami úgy megsüvegelendő ma már a te szemedben? Hát ezt nem tudom. Én egyébként más mondjam, sikerlistára tenném magam a könyveimet, vagy más könyveimet szeretem jobban, mint amiket az olvasók jobban szeretnek, de azt is értem, hogy azt miért azokat szeretik. Annyira nem is szereted ezeket a sikerkönyveidet? Azt nem mondanám, hogy nem szeretem, nem, én azt nem mondanám, hanem
Mondjuk írtam festőkről, ami szerintem abban az értelemben a legjobb könyvem, hogy abban van egy csomó olyan újdonság, amire nehéz utána menni, meg kevesebben tudják, meg ráadásul nekem egy nagyobb teljesítmény volt, de nem ez a legnépszerűbb könyvem, de szerintem a legjobb. Ugyanakkor ezt én nem tartom problémának, tehát nem érzem azt, hogy hát méltatlanul azt a zseniális könyvet azt nem kezelik a helyén, hanem hát ez ilyen, főleg úgy, hogy egyébként, amikor nem írok, akkor is könyvekkel foglalkozom, tehát pontosan tudom, hogy teljesen más könyvek a népszerűek, mint amik egy értéklistán előszerepelnének. Úgy földerült az arcod szerintem, amikor most ugye elkezdtünk beszélgetni, kizárólag rólad, és nem jött szóba az, hogy Erőn Zsolt özvegye. Kicsit terhes az, hogy nincs interjú, amikor az ne jönne szóba? Inkább nagyon nehéz megítélni, hogy ugye ez a hol vagyok én ehhez a titulushoz képest. És én azt szoktam mondani, hogy ez az életem egy része, meg az én identitásom egy része, de hát én ugye Sterczer Hilda vagyok, ezzel a részemmel együtt vagyok az. És persze így azonosítanak be, tehát látnak az utcán, jaj, de ismerős, maga honnan is ismerős, és akkor, ja, hogy maga annak a hegymászónak a felesége, és akkor igen, hát. Szóval, hogy egyszerűen ez az te ilyen... Te mit mondasz, mikor ilyen van? Én vagyok? Igen, ez a jobbik eset, hogyha ők mondják, mert ha nem, akkor ugye ez a jó kérdés, tehát hogy számomra is egy ilyen érdekes. Tehát a legszebb az volt, amikor felvettünk egy stoppost a párommal, és akkor ő volt, hogy jaj, de ismerős, hát ki maga, és hogy na árulja már el, és hogy ott van a párom mellettem, hogy hát Erőn Zsoltnak vagyok a felesége. És akkor így, ahogy ugye ránézek a páromra, ez a, de akkor ő meg kim? Szóval ez volt az a pont, amikor úgy döntöttem, hogy azért ezt, de az özvegy szót meg utálom. Tehát miért? Mert hogy az özvegy az egy ilyen, tehát hogyha én kimondom ezt a szót, hogy özvegy, nekem egy olyan idős nő jut az eszembe, aki ilyen fekete főkötővel, beaszott arccal, ilyen magába görnyedve van, tehát hogy vagy ugye a másik véglet a víg özvegy, tehát hogy, de hogy én nem ezt érzem, tehát hogy én azt mondom most, hogy az egykori felesége vagyok Zsoltnak. Neked mi a baj az özvegy kifejezéssel? Hát kicsit ez, mert hogy van egy ilyen veszteség tulajdonság, ami neked nincs, és akkor aztán nevedhez teszik. Tehát ez olyan, hogyha valakinek oda tennék, hogy nem tudom, beteges Kovács Géza, vagy nem tudom én, lassú gondolkodású Nagy Lajos. Tehát, hogy hát ez egy adottság, egy élethelyzet, és aminek nyilván megvan a történelmi oka, hogy ezt miért tették a nevek elé, de mivel inkább ez régebben volt kötelező szokás, ezért tényleg mindenkinek a fejében egy ilyen bácsi meg néni kerül elő, és amikor egy hivatalokban, ez ugye mint egy ilyen családi állás, ez fontos, hogy özvegy, és akkor ezt mondom, akkor így megnéznek, hogy hát, hogy jövök én ehhez, hát ezt ki kell érdemelni. Ez egy társadalmi elvárást is gerjeszt ráadásul, tehát hogy ugye felém azért ez a lehetőleg örökké gyászolja nagyszerű kiváló férjét feketébe és igen, és ez ráadásul kezdve... szerintem a te esetedben még durvább, mert egy nőtől igen, ezt sokkal inkább ezt várják. Férfitől nem. Szendrei Júlia effektus, hogy akkor áruló, ha nincsen haláláig fekete gyászba. Igen. Férfinél az nagyon érdekes, hogy amikor úgy kiderült, hogy özvegy lettem, tehát mondjuk ez egy-másfél, talán két évig tartott, az viszont így, hogy mondjam, a húspiacon fölértékelte az embert, mert egy elvált férfi a saját korosztályában, hát az olyan gyanús, hogy miért vált el, biztos van ott valami baj. De hát egy özvegy, ez ugye nem tehet róla, és akkor azt mondja, másfajta érdeklődés vett körül, kicsit úgy éreztem magam, hogy egy ilyen 18 éves lánya, amikor első bálozó, hogy megváltozott, abszolút. De elkezdtek körülötted rajzolni a nők? Bizonyos érte, másként vettek körül, mint korábban. Tehát, hogy és ebben biztos, hogy benne van a sajnálat, hogy hát szegény, meg kell vigasztalni, vagy nem tudom. És ez nagyon sokáig, tehát amíg úgy ki nem derült, hogy van új kapcsolatom, addig ez simán. De flörtölgettek? Igen. Igen?
És, és aztán beszéltem mással, aki fiatal férfi és megözvegyült, és ugyanezt tapasztalta. Tehát, hogy akkor azok a nők, akik mondjuk az úgynevezett korban hozzáillő nők, azok úgy gondolhatják, hogy hát a maga hibáján, nem saját hibájából került független helyzetbe, és hát az sokkal jobb, mint hogyha valamiért csak ott hagyta a felesége, vagy nem tudom, hát... És te ilyenkor zavarba jöttél, fölvetted a fordulat kezdetben számot. Igen, és aztán az ember megtanulja, tehát ugyanúgy, hogy az első bározó kislány fél év alatt már tudja, hogy hát ez ilyen. És ez biztos, hogy teljesen más, mint a nőknél. Meg hát nyilván az is teljesen más, hogy más egy férfi két gyerekkel özvegyként, meg más egy nő. Könnyebb vagy nehezebb? Szerintem egy nőnek sokkal nehezebb. Amúgy is általában sokkal nehezebb egy felnőtt nőnek új párkapcsolatot kialakítani, minden az egész társadalom nem erre van berendezkedve. Egy férfinek ez sokkal könnyebb. Könnyebb, Hilda? Én azt gondolom, tehát, hogy... Én sem voltam még nő, és sem voltam még férfi. Igen, igen. Tehát igen, azt gondolom, hogy ugye a nőkben ilyenkor, ahogy mondtad, hogy egy özvegy férfi, és özvegy férfire gondolok nőként, hát jó, hát támogatni kell, hát is tápolni kell, hát szegény egyedül maradt, az egészen más, mint a nőként, ami tényleg, ez a Szendrei Júlia, ezt köszönöm, ez egy nagyon jó, igen, hogy effektus, hogy ez az ítélet, és hát igen, a két gyerekkel az egy másik kérdés. Viszont én nekem az is a ilyen tapasztalat, vagy, tehát ez egy jó, tehát lehet, hogy ezért is van az, hogy az özvegy férfi sokkal hamarabb párt találnak, mint az egyedülálló nők, mert hogy körülrajongák a nők ezek szerint őket, másrészt pedig én azt gondoltam, most bocsánat, de hogy a férfiak talán nehezebben is tudnak egyedül lenni, tehát főleg, ha van még gyerek, tehát hogy nem azt szokták meg, hogy ővék a háztartás, a gyerek, a munka, a nő az sokkal inkább megszokta, hogy hát ővé a háztartás, a gyerek meg a munka. Hát kicsit többet kell dolgozni. Ja, ennyi történt, meg amit eddig a férj megszerelt, oda most szerelőt kell hívni, vagy a szomszédot, vagy valami, de hogy hát nem sokkal lehet nehezebb az élet, azért valljuk be. Még egy férfi azt gondolom, hogy megélheti, hogy azért sokkal nehezebb lett az élet, mert most már minden ott van, ami addig a... Biztos, hogy ez is benne van, biztos. Meg hogy ezt is gondolják. Tehát, hogy még inkább ilyen gyámolításra szorulónak tekintik a férfit. Igen. És nálad hogy volt ez akkor, amikor egyedül maradtál, hogy körülötted is, nem tudom én, egy-másfél év után elkezdtek a férfiak úgy rajzani? Nem. Tehát egy pont ilyen érdekes, hogy úgy amiatt, hogy az Erő Zsoltnak voltam a felesége, hát azért ez egy ilyen tartás. Igen, adott a... Gondolom, hogy emiatt, vagy nem tudom, vagy két gyerek miatt, de hogy nem. Tehát, hogy ez valószínűleg nincs. Az is benne, hogy akkor minden férfi ugye azt gondolja, hogy hát akkor vele van versenybe, és hát hogy mondjam, azért igen, az igen, verseny. Igen. úgyhogy nem. De én azt nagyon tisztelem a páromban, hogy ő tudta, hogy én ki vagyok, tehát nem rögtön tudta, hanem csak így szimpatikus voltam neki, és mikor utána nézett, akkor nem ijedt meg, hanem azt mondta, hogy jó, hát akkor... Ő mivel foglalkozik? Egyébként projektmenedzsere egy multinál. Tehát egészen más területen. Teljesen, tökéletesen más típusú ember, mint Zsolt volt. Annyit mondotok el erről, amennyit akartok, csak az, ha már ez szóba jött, engem érdekelne ennek az egésznek az átalakulása, metamorfózisa, hogy van egy gyászidőszak, és mikor kezd el egy egyedül maradt ember hirtelen ráeszmélni arra, hogy ő végső soron azért mégiscsak nő és férfi. Tehát hogy van ennek az ábrája? Mert biztos, hogy van egy folyamat, és van egy ráeszmélés. Hát ez szerintem egy folyamat, és amikor benne vagy, akkor így nem érzékeled, hogy ez egy folyamat. És hát tényleg az elején nem jut eszedbe, hogy most akkor... Tehát, hogy eleve az a veszteség is elég nagy, meg az élet annyi megoldandó problémát hoz, főleg két gyerekkel, ebben ugye nagyon hasonló a helyzetünk, hogy nincsen nagyon időd a holnapon gondolkodni, aznapot kell megoldani. Tehát, és nekem legalábbis ez segített is, hogy most akkor azon nem majd nagyon időm elmerengeni, hogy akkor mi lesz velem fél év múlva, hanem hogy akkor számla be van fizetve, gyerek elment az iskolába,
és akkor ez úgy megy egy darabig, és aztán utána, amikor berendezed az életedet, és már nem minden órában kell azon kattogni az agyadnak, hogy akkor hogy is folytatom, akkor meg már egy kicsit túl vagy rajta. Meg amikor elfogadtad azt a helyzetet, hogy ez örökké veled marad, és azt szerintem ezt el lehet fogadni. Tehát, hogy olyan értemben az özvegy szóról itt elmondtuk, hogy mit gondolunk, de az állapot, hogy neked volt egy társad, aki meghalt, és meghatározza az életedet ezután is, de hogy ezzel együtt te nem akarsz magányos lenni, rád még várnak dolgok az életben, és ezt, hogyha ezt a kettőt együtt elfogadod, akkor utána szerintem már megy magától. De van egy időszak, amikor ilyen lelkiismeret furdalással jár, hogy ja Istenem, nekem megtetszett ez a nő, holott még, hát én még azért most nagyon rosszul érzem magam, illetve van egy fejbe kólintó pillanat, amikor olyan természetes egyszerűséggel kezdesz elvonzódni egy másik ember iránt? Szerintem nem az, legalábbis az én esetemben nem az volt, hogy arra gondoltam, hogy hát hogy jövök én ide, még csak egy éve vagyok özvegy, vagy mit tudom én, hanem az, hogy na de nekem van két gyerekem, hát nekem azokról kell gondoskodnom, hogy jövök én ahhoz, hogy majd akkor minden nap két órát kiveszek az életemből, és akkor a magánéletemnek élek. Tehát, hogy ez inkább így jelentkezett, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak. Mert hiszen én szülő vagyok, és két szülő vagyok egyszerre. Épp ezért mellbevágó, amikor hirtelennyiben felülírja mindezt egy nőnek a vonzereje, és azt mondja, hogy engedem, hadd menjen? Igen, de mondom, ez egy párhuzamos folyamat azzal, hogy hát megszokod. Tehát az ember adaptálódik, ettől vagyunk emberek, és ahhoz a helyzethez is adaptálódik, hogy egyedül vagy, és meg tudtad csinálni ezt a napot is, ezt a hetet is, és akkor már kevésbé nyomaszt a dolog, és valószínűleg ettől válsz nyitottá arra, hogy akkor visszanézel, és nem kapod el a fejedet. Neked mennyi időnek kellett eltelnie, hogy nyitottá válj? 4 évnek, tehát 2 év volt maga a gyász időszak, és én ugye jártam pszichológushoz, és amikor így már azt mondtam, hogy ugye egyszer csak azt mondta így 3,5 év után Tapolyai Emőke nekem, hogy na hát Hilda, akkor nézek most kész már van magamnak párt. Mondtam, hogy tehát én tök jól meg vagyok egyedül. Végre, igen, tehát hogy ez volt a cél nálunk is, hogy így hárman akkor legyünk, hogyan vagyunk egy család, hogyan vannak meg a mi szokásaink, hogyan... De abban a pillanatban te úgy is tervezted, képzelted el az életet, hogy ti hárman fogtok egy egységet alkotni? Hát addigra úgy ebbe így belenyugodtam, hogy jó ez így hármasban. Tehát nekem inkább így az elején volt, hogy ja Istenem, hogy ez nem egy normális család. Én ugye vártam haza Zsoltot, hogy minden újra rendben legyen, és egész, és kerek legyen, és hogy ez így nem kerek, és nem egész, és hogy ezzel itt valamit tenni kell, és erre mondtam ők, hogy jó, majd nézzük meg, legyen mi hárman kerek, és majd utána, és akkor így először el kellett engedni ezt a félelmet, hogy mi van, hogyha így egyedül maradok, és aztán tudtam gyászolni, és amikor meg már így elkerültek a dolgok, akkor ez a hát tök jól meg vagyok egyedül, minek kéne más csinálni, és akkor nem őket rúdosod, hogy de csak iratkozzak fel társkeresőre, de csak csináljam, hajrá. Ja, internetes társkereső igen, volt? Igen. Mert hogy Zsoltal is úgy igen, ismerkedtél igen. Meg. Neked akkor ez bejön? Ez nekem bejön. Igen. És igen. Például ő, aki, tehát a mostani párod, ő tudta, hogy kivel fog randizni? Így az interneten keresztül ő már tudta, hogy kivel állsz hát szemben? Ő volt az egyetlen, akik ott rám írtak, aki hajlandó volt megnézni a Facebookon is, hogy hát a Hilda nevű emberből csak nem lehet olyan sok, és akkor ő nagyon hamar rájött, hogy én vagyok, igen. És ilyenkor hogy néz ez ki a gyakorlatban? Életemben nem voltam internetes társkereső. Váltanak emberek csetet, pár üzenetet, és akkor eljön egy ihletett pillanat, amikor azt mondjuk, hogy hát akkor személyesen? Igen, hát nálunk mázi volt, mert még telefonáltunk is, és nagyon kellemes volt a hangja. És igen, amúgy eljön a pillanat, hogy személyesen. Hát az nagyon izgalommal teljes, nem? Tehát, hogy fölépítesz valakiről valamit, és közel nem biztos, hogy életben ugyanazt a hatást képes rá gyakorolni, mint amit egy fénykép ad. Igen, de amúgy tehát számomra így Zsoltnál is, és a páromnál is ugyanez volt, hogy nem egy ilyen villámcsapás szerelem, vagy ez a hú, hát ránézek, és hűha, hát lehet, hogy nekem is tetszik neki, tehát nincs ez meg, hanem ez azért jövünk, hogy ismerkedjünk. És egy ilyen sokkal lassabb folyamat. Viszont amiatt, hogy lassabb, meg tudatosabb, meg így tudatosan figyelem a másikat, tudatosan figyelem magamat,
talán egy tisztább történet, és hogy ez a vonzalom az nem egy ilyen rózsaszín ködön keresztül történik meg, hanem így igen, vonzódom hozzá, mert hogy szimpatikus dolgokat mond, mert én is így gondolkodom a világról, így gondolkodom a társkapcsolatról, ahogy ő gondolkodik. Zsolt, ti nem is randizni kezdtetek, hanem hegyet mászni. Hát az volt a randing. Aha. De mindenki tudta, hogy randi? Tehát ez tisztázva volt, vagy úgy elhallgattátok? Nem, mind a ketten tudtuk, hogy ez a randi, de hogy pont ebben is ez volt a nagyon megnyugtató, hogy hát csak simán hegyet mászok. Tehát, hogyha ő a hegyi vezetőm, biztos, hogy eszembe nem jut, nem tudom, másképp nézni rá, mert hát ő a híres erős Zsolt, hát dehogy fogok. Hogy ő akkor már egy híres erős Zsolt. Igen, volt. Igen, ő már akkor megmászta a Mount Everestet, és én tudtam, hogy ő a híres erős Zsolt, szóval. És hát ő megint nem az a típusú férfi volt, aki úgy a kliense felé közeledett volna, tehát pont az volt a mázlink, hogy úgy másztunk hegyet, hogy közben tudtuk, hogy ez egy randi, tehát hogy így amúgy tetszik. Hát nekem is. Szóval kicsit csak nem ilyen. Lehet lelépni közben, de nem olyan, mint elmenni kávézni. Mindjárt jövök, és akkor... Tényleg, akkor mi lett volna, hogyha nem szimpátor, nem tudsz lejönni, ott azt végig kell tolni. Hát akkor azt az egy napot mondjuk végig kellett volna tolni, de aztán mondjuk összepakolok, és azt mondom, hogy de sziasztok. Mondjuk na, azt lett volna ilyen egyszerű, de mindegy, lehetett volna azt mondani, hogy jó, hát holnaptól nem veled fogok én itt túrezgatni. Ja. Könnyű volt az élet Erős Zsolt mellett? Részben igen, részben nem. Hát az a része, hogy ő egy nagyon nyugodt ember volt, tehát ez a nyugalom a hosszú élet ritka, mondta szabadon a Lárpullár társulat után, tehát hogy ő egy ilyen típusú ember volt, hogy jó, hát majd meg lesz, majd elintézzük, majd lesz valahogy, nem kell túl tervezni. Tehát ez a része, hogy nem volt benne idegeskedés az ő részéről, legalábbis, az könnyű volt, tehát hogy könnyű volt vele lenni. Hát ugyanez volt úgymond a nehézsége, hogy ez a nincs még kész a ház, és már a második gyerek születik. Azért az egy nőnek a biztonságérzetét zavarja, nem is az én biztonságérzetemet ott már így kezdte bilizgálni, hogy tehát ezek nehezek voltak. Vagy az, hogy ugye elmegy két hónapra expedícióra, úgyhogy én tudom, hogy ott mi van, vagy elmegy hegyi vezetni évközben, elmegy, amikor itthon van, akkor még előadásokat gyárt, és fönn elvonul, és nem látom egész nap. Tehát, hogy másrészt ez a itt is vagyok, nem is vagyok történet. Ez azért nehezítette a kapcsolatunkat. Azt tudom, hogy ő nagyon nyakas volt, és nem nagyon lehetett eltéríteni semmitől. Egyszer azt mondta nekem egy ismert humorista, magyar humorista, hogy ő azért haragszik az általa nagyon tisztelt Erős Zsoltra, mert amikor már megvolt a két gyerek, szerinte akkor ő neki már nem lett volna szabad mennie. És most ez eszembe jutott, hogy veled találkozom, hogy benned volt-e ilyen, még ha nem is biztos, hogy merted ezt neki mondani, hisz nagyon nagy szenvedéllyel és csökönyösséggel csinálta. De amikor egy nő már két gyereket szült, akkor nem azt érzi inkább, hogy jobb lenne, ha itt lenne. Ne menjen már, ez már egy másik játéktér, más a kockázat, más a tét. Nagyon mókás, hogy ezt mondod, mert rengetegen kiabáltak be nekem az utcáról, hogy jaj, hát kedveském, ne hagyja már menni ezt a rendes embert. Az anyósom is ezzel fűzött, tehát az Zsolt édesanyja mondta, hogy mondjam már meg a fiának. Most én másztam, tehát hogy pont azért, mert hogy tudom, hogy mit ad neki a hely. Tehát, hogyha én tudtam volna vele menni, én is mentem volna vele. Tehát az volt a terv, hogy én is visszatérek majd a mászásba. Mi lett volna a két gyerekkel addig? Hát addig az anyukám még vigyáznak rájuk. Tehát, hogy így most mindenkinek gondolom égnek áll a haja, de hogy tényleg az volt az én saját tervem, hogy majd Zsoltnak a 14. hegycsúcsa, ami valószínűleg majd a Sisapangban lett volna, hogy arra mindenképpen elkísérem, addigra már elég nagyok a gyerekek, hogy nélkülöm létezzenek, és hát egyébként volt erre példa a történelemben, Alison Hargreaves, aki elsőként mászta meg, első nő volt a Mount Everesten oxigén nélkül, ő egy 3 és talán 5 éves gyereket hagyott otthon a férjével, amíg ő megmászta a Mount Everestet, tehát hogy van erre példa. Úgyhogy én nagyon is megértettem Zsoltot, hogy miért akar menni, és maximálisan támogattam. Tehát, meg te azért egy hegymászóba szerettél bele, tehát hogy az... Hát ráadásul, tehát hogy így ezt én nem is tudtam meg, tehát hogy az a baj, hogy tényleg akkora ez a két világ közötti különbség, hogy ezt nehezen értik meg az emberek, hogy neki ez volt a munkája, az élete, a szenvedélye, ettől volt Erős Zsolt, és igen, én nem akartam megváltoztatni, én pontosan tudtam, ahogy mondod, hogy kihez mentem, férjhez, ennyi.
A ti esetetekben ez egy középiskolai szerelem, ugye? Igen, igen, osztálytársak volt. Osztálytársak is voltatok? Aha. Ó, hát akkor az tulajdonképpen az első felnőtté válást is már jó, egy... Nem, persze ez azért úgy volt, hogy egy osztályba jártunk, és nagyon jó barátok voltunk egészen negyedikig, tehát nekem is volt már mindenféle barátnőm, amit a későbbi feleségemmel beszéltem meg, hogy akkor... Igen? És fordítva, tehát nem, ilyen értemben nem az első, de hát olyan, úgy meg az első, hogy az első olyan igazán komoly kapcsolat az ő volt az életemben. Lányod azt nyilatkozta egy interjúban, hogy tulajdonképpen te az egyik feledet vesztetted el. Tehát annyira össze voltatok nőve. Igen, igen. Hát ez már hát szerintem mindenki, hogyha egy sok éves kapcsolat után meghal az egyik, akkor ez történik. De igen, de hogy tényleg ilyen szimbiotikus volt a dolog, mert hát lényegében gyerekkorunk óta ismertük egy. Hány évet voltatok együtt? Hát 86-ban így találkoztunk a gimnáziumban, és 14-ben halt meg, és ennek voltak ilyen, hogy mondjuk 90-től mondjuk azt, mondtuk azt, hogy mi együtt vagyunk, 2008-ban összeházasodtunk, de annak már nem volt olyan értemben jelentőség, hogy akkor már hát lényegében házaspárnak számítottunk, úgyhogy, vagy 98-ban, igen. És 98-ban. 98-ban, és akkor 2000-ben, meg 2002-ben jöttek a gyerekek. Szóval igen, hát a életem nagyobbik részét azt közösen töltöttem vele. Neked az egész betegség alatt, az elengedés, a gyász alatt, és inkább azt kérdezném, hogy utána, mi az, ami benned szemléletként a dolgokhoz, a világhoz való hozzáállásban változtatott? Tehát ez a nyári Krisztián miben más, mint aki mondjuk a betegség előtt volt? Sokkal inkább, ami megváltozott, az az, hogy mi a fontos, és mi nem. Uh-huh. Tehát tudtam napközben olyan dolgokkal idegeskedni, amin hát azóta röhögök. Tehát, mondj egy példát, munkai konfliktus. Hát igen, én előtte sem voltam egy, hogy mondjam, kapkodó idegbolond, de hát azért elértek ilyen konfliktusok, ami zavart, most még kevésbé van ez, tehát azért vannak az életben fontos dolgok, de nem olyan nagyon sok, amiért lehet idegeskedni. De egyébként úgy, tehát az inger küszöböm az hogy mondjam, magasabban van. Ez biztos, hogy így. Meg hogy az ember az emberi kapcsolatokat másként látja, fontosabbak apró dolgok, mint annak előtte. De nekünk annyira hasonló volt az értékrendünk, hogy én értemben ez már korábban is megvolt, csak hát persze egy ilyen betegség, az, meg a halál, az ezt átalakítja annyiban, hogy múltá teszi. Ő tisztában volt a saját betegségének a súlyossága? Igen, az a nagyon érdekes dolog, hogy mi beszélgettünk rólatok. Mert amikor a feleségem beteg lett, azt is lehetett tudni nagyon hamar, hogy ez maximum 2 év. Ehhez képest fél év volt csak. És mégis arról beszéltünk, hogy ez így is rengeteg szenvedéssel, fizikai meg lelki szenvedéssel jár, de hogy van időnk elköszönni. Tehát, hogy mégis azt a fél évet, azt tulajdonképpen kezdetben akaratlanul, aztán meg akarva erre fordítottuk, hogy egymástól, a gyerekektől, a szeretteitől el tudjon méltó módon valahogy búcsúzni. És ez, hogyha elüt az autó, vagy a párodat elüti az autó, vagy az történik, mint veletek, akkor ez nincs. És hogy ez, és valahogy abban maradtunk, vagy az lett a konszenzus, hogy minden szörnyűségével az jobb, amikor együtt ezt meg tudjátok élni. És ez meg is történt? Tehát tulajdonképpen mindent megbeszéltetek? Igen, azt hiszem, hogy igen. Meg is könnyebbül az ember? Hát azt nem mondanám. Olyan értelemben igen, hogy ugye ez egy agydaganat volt, ami egy idő után fölülírja a személyiséget. És hát az utolsó, nem olyan nagyon hosszú idő, de 2-3 hét az nagyon rossz volt, mert ez már nem ő volt. De egyébként az, hogy el tudtunk búcsúzni, egymás mellett voltunk, végig tudtunk, le tudtunk dolgokat zárni, szálakat elvarni, az szerintem nagyon fontos. És nem véletlen, hogy régen az volt a természetes, hogy az emberek otthon halnak meg, és ennek van egy folyamata, és ott van velük a családjuk. Amit ma már nyilván egy ilyen nagyvárosi modern társadalomban nem lehet megcsinálni, de hogy az, hogy a haldoklás az a szeretteid között történik, az biztos, hogy ennek van társadalmi funkciója, és az, hogy egyébként meg kórházban halunk meg,
az elvesz a hátra maradottaktól valamit, meg gondolom attól is, aki ott egyedül magányosan meghal. És a ti esetetekben akkor ezek szerint otthon volt? Nem, egy hospice házban volt, ami bizonyos értelemben ezt pótolja, de én is ott tudtam vele végig lenni, amíg lehetett, vagy értelmét láttuk, a gyerekek is ott voltak, édesanyja is be tudott jönni, tehát hogy ez tulajdonképpen az volt meg, mint ami hagyományosan egy kis tradicionális közösségben a halállal való viszonyhoz szükséges, hogy ott legyél. Még egyet árulja nekem, kérlek, ez alatt a fél év alatt, ami azért nem akármi, két gyerekkel, ilyen társkapcsolat esetén, volt olyan dolog, amire te magad ilyen nagy felismerésként rádöbbentél, hogy ezt nem gondoltam volna magamról, hogy én erre képes vagyok, hogy én ilyen vagyok, hogy felfedeztél a magadba, nem tudom én, nyugalmat, higgadtságot, érzékenységet, kétségbeesést. Nem nagyon volt rá idő akkor, hogy ezt az ember nagyon elemezze. Én amúgy sem vagyok egy nagyon önreflektív típus, így utólag rájövök dolgokra. De hát inkább utána gondolkodtam volna, hogy azt nem láttam magamban, hogy ezt végig tudom úgy csinálni. Nem hitted volna? Hát az ember nem képzeli el, hogyha azt mondják nekem két évvel korábban, hogy na ez jön, öcsi, akkor azt mondom, hogy úristen, ezt nem tudom. Nem tudom, hogy tudnám a mindennapi részét. És nem is csak az érzelmi részét, hanem azt, hogy akkor nem tudom én, menj be a kórházba, látogasd meg, csináld meg, vedd meg, beszélj az orvossal, menjél haza, vidd haza a gyerekeket, etesd meg őket, még akkor sem volt segítséget. Tehát, hogy ezt nem gondoltam volna, hogy képes vagyok rá. Én egy ilyen mondjam, kényelmes életet éltem. Ez meg nagyon-nagyon nem ilyen volt. De hát az ember meg tudja csinálni. És hát, hogy mondjam, ez nem egy valami nagyon egyedi dolog. Hát ezt az emberek többsége végül is megcsinálja. Ilyenkor az élet ösztön, ami életbe lép? A fene tudja, minek valami hívják. Valami túlélés. Hát igen, hát most elképzeljük azt, hogy mit csinálnánk Ukrajnába, ha szétlőnénk körülötted a várost, és a szomszédod lakása már ki van lőve, és te még mindig ott vagy. Épésszel azt mondanád, hogy hát ezt nem lehet kibírni. És miközben, hát látod, az ember kibírja. És ez kicsit ez is ilyen. Azt mondta Krisztián, hogy lehet, hogy egyszerűbb, amikor az ember el tud búcsúzni, érzi a véget. A ti esetetekben valami, nem is azt mondom, hogy búcsú, de valami elrendezés az volt, valami hagyaték, vagy valami olyan, hogyha velem ez és ez történik, akkor így és így történjenek a dolgok? Nem volt. Én egyébként még erre hadd reflektáljak, amit a Krisztián mondott, hogy mi változott meg, és hogy az emberi kapcsolatok felértékelődtek, vagy kevesebb a konfliktus, vagy dolgokat már nem veszel föl, hogy milyen érdekes, hogy a hegymászóként így nagyon közel vagyunk mi a halálhoz. És azzal szoktam pont érzékeltetni, hogy ez mit jelent egy mászónak lenni, hogyha az ember kézhez kap egy rákos diagnózist, akkor tudja, hogy vagy meghal, vagy túléli, és hogy ilyen dolgok játszódnak le az ember életében, hogy átértékeli. És hogyha egy mászóként mi kapásból úgy élünk, hogy átértékel életet élünk, tehát hogy nem számít, hogy hosszú a sora a boltban, a postán, hát ez annyira tök mindegy, a lényeg, hogy élünk, tehát hogy ezt így, ez így kapásból ott van a mi életünkben. És hogy a búcsúzás, vagy hagyaték, hát nem Zsolt, nem, soha nem úgy ment el, hogy meg fog halni, de hát nem úgy megyünk el, nem szabad. Tehát hogy ez egy ilyen kettősség, egy ilyen nagyon érdekes játszma, hogy mi közben tudjuk, hogy nem biztos, hogy hazajövünk, mégis úgy csinálunk, mint hogyha tutira hazajönnénk. Mert hogy ezzel így nem, mégsem lehet minden egyes évben úgymond temetést rendezni magunknak. Tehát, hogy ez egy ilyen valahogy ilyen kettősség, egy ilyen tudathasadásos állapot. Az fájt a legjobban, hogy nem tudtam elbúcsúzni tőle, és ez így nagyon nehezen is jött, hogy itt van az én elakadásom, és most már így nem sírom el magam, de hogy így onnan derült ez ki, hogy itt van az én elakadásom, hogy a búcsú az nekem mennyire kimaradt, és mennyire fáj, hogy nem tudok tőle elbúcsúzni, hogy bármikor erről volt szó, hát én ott rögtön összeomlottam,
és amikor arról olvastam mondjuk, hogy milyen dolog mondjuk a felöltöztetni a halottat az utolsó útjára, hát én ott bögtem, hogy bárcsak megtehettem volna. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy nem történhetett ez meg, és aztán ezért szintén így a pszichológusom javaslatára így már így nyomta, hogy valahogyan csak el kéne temetni Zsoltot, mert én mondtam, hogy az a baj, hogy rájöttem arra, hogy az a bajom, hogy nagyon sokan állítottak, hogy a kopjafát, mindenféle emléktúrát, meg emlékkövet, meg stb., de hogy ott a hegymászótól búcsúztak el, de hogy a férjtől és az apától meg nem lett elbúcsúzva, és ez az én dolgom, hogy a férjet és az apát eltemessem. És amikor ez meg tudott történni, és ki tudtam találni, hogy mi az, ahogyan nekem jó tőle elbúcsúzni, az adott egy nagyon-nagyon erős megnyugvást. Tehát gyakorlatilag nekem azzal zárult le a gyász időszak. Tehát az olyan volt, mintha így aznap, amikor az a temetés, ez a kis szertartás megtörtént, mint akit így agyon csaptak, tehát hogy így teljesen K.O. voltam, és másnap meg, mintha így víz alól jöttem volna föl. Így annyira kitisztult a fejem, annyira éreztem, hogy ezt az óriási nagy érzelmi terhet, amit cipeltem, így le tudtam tenni, hogy ott tényleg egy ilyen új elszületés volt számomra attól kezdve. Azért is érdekes, amit mondasz, mert kívülről úgy tűnt, hogy te egy ilyen sziklaszírt vagy. Tehát nagyon erősnek mutattad magad valószínűleg, ugye? Ez tudatos volt? Az nagyon is tudatos volt, hogy tudtam jól, hogyha Zsolt meghal, tehát hogy az ott ugye... Én benne voltam a sűrűjébe az információ áramlása, tehát mire kijött a médiába, hogy meghalt, én már tudtam, hogy ez, illetve mikor még csak az jött ki, hogy eltűntek, én tudtam, hogy meghalt. És szinte te mondtad ki először? Igen, ez, na mindegy, ott volt egy ilyen kis kommunikációs félreértés, hogy miért nem értette a média, hogy ő meghalt, de hogy igen. És tudtam jól, hogy jönni fognak az újságírók, és az biztos voltam benne, hogy ők azt várnák, hogy én sírjak. Mert hogy Zsolt balesettelkor megtapasztaltam, hogy a média általában imádja, hogyha valami nagy tragédia történik, és vért és könnyeket akar, na most abban biztos voltam, hogy ezt nem adom meg nekik. Úgyhogy igen, ez egy nagyon tudatos dolog volt a részemről, és én tudom, hogy tudok kemény lenni, és azt is éreztem, hogy gyakorlatilag egy falat húzok, és nagyon is kemény leszek, és simán tudok erről beszélni, de valójában ezt úgy hívják, hogy hasítás a pszichológiában. Én ott volt egy ilyen érzésem is, hogy én beszélek valakiről, akit azt mondják, hogy ismerek, egy hegymászóról, a férjem meg valahol máshol van, és majd hazajön. Vagy hát nem is az, hogy hazajön, de hogy ez valahogy ez egy ilyen két dolog volt, hogy van egy hegymászó, akiről én beszélek, és mert hogy ismerem, és ezért beszélek róla, de ez egy ilyen tényleg ilyen hasításos állapot volt, és nem engedtem közel magamhoz ezeket az érzéseket. Krisztián, neked szükséged volt külső segítségre, mondjuk pszichológusra? Igen, de nem olyan nagyon sokáig jártam. Lehet, hogy kellett volna tovább is, de valahogy úgy éreztem, hogy ezt úgy magamban, pont azért, mert ez egy folyamat volt, azt úgy nagyjából tudtam rendezni. Azt viszont nagyon akartam, hogy a gyerekeimnek legyen ilyen segítsége, mert ez nincsen jó kor erre. Tehát, hogy mi a szerencsétlenebb, hogyha nagyon picik a gyerekek, vagy ha kamaszok, mind a kettő rossz, csak másként. De azt gondoltam, hogy egyszerre a kamaszkorral ez a trauma, az külső segítség nélkül nem kezelhető. És egyébként meg mindenkinek azt tanácsolom, aki ilyen helyzetben van, hogy itt ne legyen nekem. Én sem ilyen gátlások miatt hagytam aztán abban, mert úgy éreztem, hogy nagyjából ugyanazt gondolom, amit a pszichológus mond, és lehet, hogy rám fért volna, biztos, hát egyébként, hogy már ártani nem tud, de aztán valahogy úgy kiesett az életemből, de mindenkinek azt tanácsolom, hogy erre szükség van. És amikor úgy hárman maradtatok, kamaszlányokról beszélünk, és Luca esetében meg különösen azért egy ilyen erős akaratú karakánlányról beszélünk, akkor hogy hidalja át mindezt egy férfi ember úgy, hogy egy picit anyukájának is kell lenni ezeknek a lányoknak? Szerintem úgy, hogy eldönti, hogy nem lesz az anyukájuk, mert az nem tud lenni ugyanis.
Tehát, hogy én ezt nagyon az elején ezt átgondoltam, meg egyébként ez például olyan, amiről beszéltem is pszichológussal, hogy tehát, hogy olyat ne vállaljak, ami lehetetlen. Nem tudok az anyukájuk lenni. És hanem megpróbáljak meg jobb apukájuk lenni, és ez néha sikerült, néha nem. Ez csak így, és szerintem ez, másnak is ezt tanácsolom, hogy ne próbálja pótolni azt, aki már nincs, mert nem tudja pótolni. És az neki is kudarc lesz, meg azoknak is, akik azt várják tőle, hogy hát, ha mégis összejön neki, nem fog összejönni. És hogyha ezt így elfogadod, akkor szerintem könnyebb a dolgot kezelni. Érzelmesebb lettél, vagy jobban tudsz kommunikálni érzelmekről? Olvastam egy interjút Utcával, aki azt mondja, hogy nagyon édesen, de sokszor esetlenül próbáltál meg ilyen helyzeteket. Igen, én ebben nem vagyok, most se vagyok jó, talán egy kicsit könnyebben tudok érzelmekről beszélni, de nehezen, tehát hogy én sose voltam ebben nagyon jó. És sokat tanultam a gyerekeimtől, ők aztán, főleg Lusza tényleg még kimondja, amit gondol, még már akkor kimondja, amikor még nem is gondoltam. De hát én meg nem ilyen vagyok, hanem inkább ilyen magamban morfondírozok, és aztán utána lehet, hogy a végén ki sem mondom, miközben ki kéne. De hát ezek ilyen alkati dolgok, amin persze egy ilyen trauma változtat, de azért mégiscsak azért ez 10 éves korodig eldől, hogy nektek milyen habitusú ember vagy. Meg te talán konfliktus kerülő is vagy, ugye? Igen. Pontosabban nem lelem örömem a konfliktusban, inkább ezt mondanám. Hogyha muszáj, akkor végig küzdöm, de nekem nem öröm. Tehát, hogy vannak, ugye igazán jó politikus, az például keresi a konfliktust. És ez nem egy rossz tulajdonság egyáltalán, nem is lehet anélkül. Én meg nem szeretem. Tehát, hogy nem komfortos érzés, viszket, rossz, kellemetlen. De azért, hogyha nagyon muszáj, akkor végigcsinálom. Tehát de az vezetőként az például nem volt neked hátrányod? Pont ez. Azt mondják a munkatársaim, akik voltak, hogy éppen egy előnyöm volt. Tehát, hogy nem érezték azt, hogy én pusztán azért, hogy a főnökük vagyok, ott ezt bizonyítani is akarom, hanem persze van egy trükk, hogy az embernek legyen egy olyan helyettese, aki viszont ha kell, akkor megcsinálja ezeket a konfliktusokat. Olyat választottál? Úgy alakult. Pontosabban volt olyan munkahelyem, ahol így alakult, és az működött. Elnézést. De hát meg kell fogadnom, hogy én nem ilyen vagyok. Szóval nem lelem örömem a konfliktusokba. Egy barátom azt mondta, hogy én így nem, hogy keresem a kompromisszumot, hanem hogy áhítom, vágyom, hogy legyen valami kompromisszum. Igen, de hát szerintem ez is egy, hogy mondjam, ez egy olyan tulajdonság, amit ki lehet aknázni, amit lehet hasznosítani, és hát nekem ezen van. Hirdet, inkább beleállsz a konfliktusokba, nem? Tehát olyannak gondollak, aki nem futamodik meg. Nagyon érdekes, hogy én tanulom is ezeket a dolgokat, és hogy ugye van egy fokkal jobb dolog a kompromisszumnál, ez a probléma megoldás, amikor ugye megmarad a kapcsolat, és tudom magamat is érvényesíteni. Egyébként annyira én sem szeretem feltétlenül, de tény is való, hogy én így, tehát nem keresem, de... De ha ott van, akkor beleállsz. De ha ott van, akkor beleállok, igen. Igen. Meg hát én én oviban ilyen verekedős kislány voltam, és egyszerűen azt tanultam meg, hogy ha ütnek, akkor vissza kell ütni. Igen. Tehát, hogyha én azt érzem, hogy tehát ez nem feltétlenül jó dolog, tehát hogyha én csak úgy érzem, mintha bántanának, vagy megpróbálnak lenyomni, én abban a pillanatban így visszatámadok. Visszatámadt? Igen. Na és ugye ez a gond, hogyha én mondjuk csak azt érzékelem, de a másik félről nem akart volna támadni, de akkor rögtön átmegy egy ilyen adókapokba a történet. Tehát, hogy igen, nekem én ugye a mentálhigiénét végeztem, és ez az érzelmekről tanultam én is kommunikálni, és nekem is kellett ezt tanulni, hogy jobban tudjam kifejezni magam, meg jobban a másikat is megérteni, hogy ne feltétlenül rögtön egy boxmeccsbe találjam magam. Most mit lehet tudni most, hogy éltek, mivel foglalkoztok? Már nagyok a gyerekek, ezt előtte megbeszéltük. Van egy párod, ez is kiderült. Sőt, nem sokára lesz az esküvünk. Nem sokára? Gratulálok. Igen, nyár végén. Nyár végén. Igen. Hát sok boldogság. Köszönöm. Volt. Szóval mit lehet erről tudni, amit úgy gondolsz, hogy a nyilvánosságra tartozik? Hát én azt mondom, hogy nagy kegyelem, hogy újra
tehát most már több mint 4 éve vagyunk együtt, és hogy újra egy kerek egész lett az életünk. És annak is örülök, hogy ez úgy kerek egész, hogy azok az értékek, amik számomra, meg Zsolt számára is értékek voltak, azok úgy családilag tovább mennek, tehát továbbra is túrázni megyünk a gyerekekkel, meg a természet szeretete az továbbra is nagyon fontos számunkra. Úgyhogy ez nagyon jó, hogy így tudunk együtt lenni, és ugye kérdezted Krisztiánt, hogy miben változott, és azt gondolom, hogy nekem nagyon sok mindenben változott az én személyiségem. Például az, hogy igen, határozottabb lettem, vagy sokkal inkább tudok határt tartani, mert meg kellett tanulnom egyedülálló nőként sokkal keményebben határokat szabni mindennek. Tehát ezekben így változtam, és hát azzal együtt igen, ez a vezetővé válás, ez sem egy egyszerű folyamat, és ez a hol tanulok meg kompromisszumot kötni, vagy hol kell belemennem bizonyos konfliktusokban, nekem is van nagyon jó vezető társam, akivel ezt megosztom. Tehát, hogy ezek így változnak, meg azzal, hogy vezetem az alapítványt, ami így egyre nagyobb, egyre jobban nő. Hát folyamatos fejlődés az élet a gyerekekkel együtt. Mekkorát nálatok? 13 és 10 évesek, úgyhogy nálam most élnek a kamaszkorban. Minden nap azt gondolom, hogy ez is egy folyamatos személyiségfejlesztési lehetőség, a gyereknevelést. Igen, tehát hogy jó dolog az élet, szép dolog az élet, és én annak örülök, hogy megtaláltam végre azt az alapot, azt a fát, ami én vagyok, és nem csak arra kell. Igen. Most? Igen. Nem, ezért nem költöztünk össze, mert nekem kamaszok voltak a lányaim, és azt gondoltam, hogy abból nem sok jó sül ki, hanem külön lakunk, és most már ez a fura helyzet, hogy a lányaim elköltöztek nem olyan régen, de mi még nem költöztünk össze, mert már így megszoktuk ezt a dolgot, tehát majd aztán kialakul, hogy mi lesz belőlem, én ott vagyok egyedül egy nagy lakásban, úgyhogy majd előbb-utóbb az valamit kell csinálni. De hogy nekünk így alakult, és szerintem jól alakult, mert valószínűleg az elején nagyon-nagyon sok beépített konfliktus van ebben, hogy lett volna. De azzal például számol egy egyedül maradt ember, hogy elképzelje, amikor hirtelen szerelmes lesz, vagy nem hirtelen, de szerelmes lesz, hogy vajon amikor bemutatom a gyerekeimnek, ők passzolnak-e, melyik fogadja el, kitől várok több alkalmazkodó készséget? Hát igen, ezeket úgy végig gondoltam, és tulajdonképpen ezért is döntöttünk úgy, hogy nem kötözünk össze. Ez tényleg nagyon nehéz lett volna, és hogy ilyenkor az ember hajlamos a gyerekei szempontjait nézni csak, és mindig föl kell ébresztenem magad, hogy de hát van még egy ember, hát a te új párodnak is ez egy elképesztő alkalmazkodás, már önmagában az, hogy még akkor is, ha nem így van, de hányszor gondolhatja, hogy valaki helyébe lépett. És hogy az milyen nehéz, meg hogy óhatatlanul is, ha te már nem is, de a barátaid, a környezeted hozzá fogja hasonlítani. Hát ez piszok nehéz. Tehát, hogy ezt mindig így érdemes átgondolni, hogy mindenkinek másként nehéz egy ilyen szituáció, és rengeteg alkalmazkodást. És főleg egy ilyen kapcsolatnak az elején olyan pont van, amikor ez elpattanhat, hogy mi például így oldottuk meg, de hát nyilván ezerféle eszköz meg lehetőség van, de hogy ezért ez a másik szereplőnek is baromi nehéz. Igen, meg ugye tényleg nem mindegy, hogy hány évesek, ugye nálam akkor volt 5 éves Csoma, és hogy meg nagyon fontos volt, hogy még nagyon hamar a kapcsolatunk elején, tehát hogy szerintem 2 hete voltunk együtt, hogy találkozzanak a gyerekekkel, mert hogyha ott nem működik a kémia, akkor nincs miről beszélni. Igen, és egy piciknél az ott nem muszáj, hogy találkozzanak, igen. Tehát hogy ezt nem tudod megtenni. Igen. Ha ott nem működik a kémia, akkor kénytelen keretlen az embernek fel kell adnia ezt a fajta vágyát? Hát nem a vágyát, de hogy akkor ez a pár, ez nem fog beválni. Úgy értem. Tehát, hogy ez a párkapcsolat, akkor ez... Igen, mert hogy ott egyszerűen... Igen. Tehát, hogy muszáj, és ez az a jó, hogy ezt ő is tudta, hogy ha a gyerekekkel nem működik, akkor mi hiába vagyunk jól, szét fog menni a történet, hogyha ő nem... Hát én túl sokáig is húztam, tehát, hogy nem mondtam még el, mert kerestem azt a pillanatot, hogy mikor, lehet, hogy előbb kellett volna, de hogy azt az ember ezt mérlegeli, hogy annyi ember van egy ilyen történetben, aki sérülhet, és ráadásul az egyik a gyereked, a másik a szerelmed, hát akkor próbálod úgy összerakni ezt a eleve ingatag dolgot.
És a ti esetetekben olyan hirtelen, egy csapásra megtalálták a hangot, gyerekek is vele, ő is a gyerekekkel? Igen, ez nagyon-nagyon-nagyon szerencsésen alakult nálunk. Tehát ő alapból egy ilyen nagyon gyerekközpontú ember, és hogy igen, ott megtalálta a hangot. Az egy másik kérdés, hogy ugye most már kamaszodik a lányom, és akkor így vannak ezek a csörték. De hát ez ugyan minden családban benne van. És egyébként nagyon mókás, hogy mondtad, hogy ti nem költöztetek össze, hogy mi a Covid miatt költöztünk össze. Tehát addig külön, de hát, hogy jött a Covid, hát kénytelen, kelletlen, úgy csak kell bejárni az irodába, vagy mi mond kénytelen kellett, csak hogy... Az igen, keresi az ember ezeket a külső ezeket, igen. És akkor kiderül, hogy úgy is működik. Igen, igen, igen. Nagyon szépen köszönöm. Láthattunk, hallhattunk benneteges Terce Hillát és Nyári Krisztiánt. Látták, hallották. Nagyon köszönöm. Mi köszönjük. Köszönjük.